Na, na és akkor jönnek a bevonulás konfiát. From the Marshall Arena here in Milton Keynes. Welcome to our viewers joining us on Sky Sports. This is the Unibet Premier League, and it's all brought to you by the Professional Darts Corporation, where it's now time to meet our players. Well, ladies and gentlemen, he's a former Premier League champion, the reigning UK Open champion, and the winner of 10 televised titles. He's simply the machine, James Wade! PDC titles, the former European and World Match Play champion, and the former champion of the world, Voltage, Rob Kitti, jelen, mint hölgynéző, Velszből követlek titeket. Közben Robkosz a háttérbe kibontotta az összes vizet. Legyen mit inni. Mindenkinek kettőt laknak ki, neki hármat, négyet, meg figyeled, ott hátul ott egy rekesz, tudod? Na, angol derbi. Egyébként 2-1-re vezet a Premier League-ekben, tehát a Premier League alatt lejátszott mérkőzésekben. Mi a probléma? Semmi, rosszul van, nem? Nem tudom. A James Wade-nek kell kezdeni. Ezt nem értem. Most elmegy megkérdezni, hogy ki kezd. James Wade-nek kell kezdenie. Ott nem javították ki még az életkorát James Wade-nek. Igen. James Wade egyébként nyert már Premier League-et, méghozzá 2009-ben a 11. alkalommal vesz részt. Most hova tűnt Ralph Bray? Elment megnézni, hogy mi van? Vagy? Igazából nem is emelő közben, itt a statisztikákat néztem, de nem is a monitorra figyeltem, hogy akkor fölkaptam a fejem, akkor láttam, hogy ott valami nem stimmel. Na most már Ralph Bray megjelenik. Jaj. Igen, nincsen rajta sponsor. Izé. Aha. A kötelező szponzor nincs rajta. Gyorsan föl is ragasztották rá. Nagyon nem tetszett. Igen, mert az, azért, mert az a kötelező. Igen, igen. Hát, az a kötelező, igen. Sajátját azt rutinosan hozta. Fölragasztották. Na, hát akkor egy, most már ilyet is láttuk, még ilyet se láttuk. Őket címkézni James Wade-et. Kezdett rossz. 39-essel ijesztette meg Wade-et. Alá megy mind a három a tripla 20-nak. Az már szép. Igen, nagyon jól alakul. 140.
140. Igen, újabb. Nem baj, hogyha beindulnak, és ők fognak egy jó meccset dobni. Ja, nem mondtuk az elején, hogy nem várunk jó meccset, mert eddig, amikor jó meccset vártunk... Szörnyű meccs lesz. Nem ilyen tripla. Kiszállom, viszont kiszállom a hátsó pályán előbb. Cross, igaz, nagyon magas. Még nehezen fogyasztják a tömeget. Nem úgy, mint Robosz a vizet ott hátul elfogy, tápatolja magába. Jó, egy idő után meg a hosszú meccs van, akkor tudod, ott toporog, mert... Meg kell inni napi 2 liter vizet, vagy mennyi? Most testsúlytól függő, igen. Rob Crossnál ez nem okoz gondot valószínűleg. Ott van, 44 a maradék. A 76. És a 36 dupla. 18. Nincs meg. Nem ám. Négy és a dupla 20. Még mindig a dupla 20. Nem dobja be. Ez a hetedik kör egyébként. Nem egy egyszerűleg. Nem. Hatos, megvan. 10-es szeretett volna szerintem. Dupla 6. Még mindig a dupla 6. Megoldja. Úr, és annyi lass volt ez. 21. 21 nyilas volt. Ez 71,57-es átlag. 100-as. 65-ös átlagon áll, 66-os átlagon pontosan James Wade, kicsivel 66 alatt. 82, most már 68-asra kúszott föl. Rob Cross 75-ös átlagon. Lehet, hogy jó volt a buli tegnap este? Vagy? Ilyen 80 összejöhettek, nem? Végül is. Nem, az nem voltak 10. Letesztelve is vannak. Hát tényleg olyan, mint hogyha ilyen kicsit nem, ugye? Pótyagos másnapos lenne. Véd is tudja, hogy ezért várt, hogy tortát kap. Semmi. Mondjuk lehet, hogy a Molnár Laci képes volt neki küldeni. Nem egy Cross elolvasi tátyánya levelét anyagénhez, és aztán jön dobni. Nagyon kemény. Kíváncsi vagyok, hogy mikor fog kifogyni a... Na, ez már jó volt. 133. Véj, átcsúszik. Hú, most... 81. 151-re Rob Cross, tripla 20 kell. Nem ő ezt választja, meg a tripla 10, az nem jött. Ú, de szép! Az végre egy. Bírom, ilyenkor Rászbré olyan, mint hogyha nem látná, szerintem meg csak összeadja. Ez is egy ilyen különleges sorozat, igen. Megoldja, ez szép volt. 16 nyilas lett belőle. Százas. Védtől. Össze kellene, hogy kapja magát Véd. Tudod, majd Rob Cross megveri Védet, tudod? És akkor majd mondja neki, boldog szüli napot. Ó, 51.
Na, most azért elkezdett egy kicsit jobban játszani Wade. 136. Ideje volt, hogy belehúzzon. Na. 140. Ő nem fog, 20-ason folytatja. Kiszálló már nem lesz. Ó, 45. 140-nel Roprosz kiszállón van, ugye 170. Ki is kell állnia miatta. 60-as. Rutinos cross, mert három üveggel hozott, mi csak kettőt hoztunk. Négy órás közvetítés. Tényleg! El is fogyott. Van. Na, ez még igen régen készült. Hatvanas. Most bajba kerülhet, ez megint nagyon. Egy break lehet. 77-es átlagom véd. Nincs meg a tripla. És 32, egy nyíl. Hol vagyok? Bedobja. Két break előnye van Crossnak. Erre most védnek kell inni. Ez egy 15 nyilas leg volt. Azért az csúnyán néz neki, hogyha elmenne 4-0-ra Cross. Mármint véd szempontjából. 134, pedig ez egy jó kezdés. Százas megint, igen. Száznegyven. Falat kenyér, úgy kellene a break most védnek. Most azért ez jó játék. 60. 100-as. Közben kiürült az az egy jeles. Ő már kiszálló van, James Wade. Kap egy 140-et viszont Cross-tól. Igen, 161-et kéne megoldani. Ó, jó. Meg lehet. Á, de kár érte. 84 pontja van. 64-re megy le, 67-re jön Rob Cross. ...18-32. Na, a dupla 16. Ezt most kiadja! 64. Dupla nincs. 16-os, és egy nyíl a dupla 20-ra. A break miatt kihagyja. Nagyon-nagyon alá. Tudom, mi van majd, ami van a levegőben, nagyon indisponáltak. Még mindig szenved vele. Egyébként... Még mindig. És elég rossz helyen is van. Egyik nincs jó kedve. Nem? Nem is dobja a 16. Egyébként az is benne lehet, hogy azért képzeld, mennyi üzenetet kaphatott. Bedobja. Ezt megoldja. James Wade mennyi üzenetet kaphatott, nem? Nem, biztos, hogy nem lehetett nyugalommal teli napja.
100. Olyan ez a nap, mint hogy tegnap este megünnepelte volna mindenki James Wade születésnapját. Igen, igen. Vagy lehet, hogy azért próbálnak sietni, hogy 140. Nem, elő van készítve a párti. Itt a Juventus játékosok most voltak, akik partizni voltak. Hát most szépen fogyatkozik a létszám. Jó pár covidos lett az olaszoknál. Újabb 140. 140-es. 100-100-ra 240-140 jött válaszként. Ja, amúgy is a világban is elejtezők rémálomnak minősülnek a klubok számára, hogy éppen ki fog megsérülni, lásd például. Igen. Most még vagy az olaszok egymás után produkálnak pozitív tesztet. Ugye Kalmár Zsolt is megsérült, ugye? Igen. De brutális kép volt az, mikor kifordult a térde. Haladunk. 54 kell. Ojo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 j
Brékesék rossz, tehát egyenlőre ott tartunk, hogy ezt megcsinálja, akkor többet nyernek hátsó pályáról, mint saját leget. 20-as és a dupla 18. Megoldja. 5 körös leg. 4-1. És ő kezd. 89-es első 9 nyila van James Wade-nek és 91,6-os Rob Cross-nak. Mondjuk ezt most föl fog ezzel ugrani. 180! Eddig egymás adogató játékából éltek. ös. Ez most nagy előny, kéne egy 180-140, állj, de kár, ez is elcsúszik az ötösbe. Adott most azért némi esélyt Crossway-nek. Igen, de hát kiszállónak kiszállón van, csak 180 vagy 171 kellett volna. 100-as, közelíteni. 31 még így is. Hát őszintén szóval nagyon kíváncsi leszek, mert tegnap a 10 mérkőzésnek az átlaga, az 5 mérkőzésnek az átlaga volt 97,6, hogy ma vajon ennek az 5 mérkőzésnek mennyire fog kijönni az átlaga. Na. Az jó, és 32, dupla 16-os. 70. Ha ez egy ilyen elátkozott Bermuda háromszög, ez a 16. Ja. Na? 134, 40. Most már azért nagyon ott van a nyakán. Megdobja. 5-1 ezzel. A legjobban nagyon fájl. Nagy előny. De most egy kicsit olyan érzésem van, mint hogyha ébredezne James Wade. One.
Ez is egy százas. Jó az első nyíl, és mindig utána alá mennek a többi. Na, most nem, 140. 140. Itt is megtört, de negatív értelemben, mert most nem 100, hanem 60 jött Wade-től. Hatvanat Dobrák Rossz. Oda az előny. Jön a tripla James Wade-nek. Jött. Már pedig jön. 140. 101-re megy le így. Na, 101 a 104-jel szemben. Az megvan, dupla 12. Megoldja a 101-et. Igen, legjobb leget, 15 nyíl. Na, fölébred? James Wade. Azért, ha James Wade elkapja a ritmust, elkapja a fonalat, akkor bajba lehet, is igen. Játékra képes. Pontosan. 140. Megint jó az első nyíl. Második megint alatta. 140. Ez a fonal most elszakadt. Olyan James szerintem haragszik a világra. Vissza 20-asra. 91, 170 a maradék. Százas. Na, az jó. Az is. Áj, de szép volt, 134 jellem egy 36-ra. És most láttad, eldobta már csak úgy. 181 pont, 36. Hát nagyon nincs jó paszban véd. Már eleve úgy is kezdődött a... Megcsinálja a cross közben, 6-2 kikapni már nem fog. 13 nyilas leggel. Szépen megy fölfelé az átlaga. Százas. Végülis csak beigazolódott a Mitri van den Bergneten Espinel mérkőzés. Lett a legjobb, igen. Az is csak a ötödik legtől. 137. Az valóban szenzációs csatát hozott. Főleg a két 11 nyilas, 12 nyilas befejezés Dimitri van den Bergtől. Ej, 83. Száz negyvenes. Aját, csúszik az meg a tripla egyesbe. Az jó. 123, igen, 58 a maradék. Na most
Meg kell csinálja, meg kell, hogy oldja véd, mert lehet, hogy vége lesz a meccsnek, ha nem. Nem dobja tudja be. Bedobni! Így viszont lesz két meccsnyila Rob Crossnak. Be is tudja osztani a vizet is magának rendesen. 11-32, mert már kibontott a másikat is, láttad a harmadikat is. Ó, szektorhiba! Így csak egy meccsnyil marad. Ira van, igen. Nem dobja be! Megoldja véd, igen, 16 nyíl. Megyünk tovább tehát. Kizár dolognak tartom, hogy jó. 134 a kezdés. Ezt nem érzi, hogy megivott most ebbe az elmúlt tizenvalány percben még. 180! Az első 180 a védnek. A végén még elkezd érdekes lenni a meccs. Igen. Miért? 140. James Wade most már csak az egy pontért küzdhet. Százas. Teljesen egyformán. Kezdésből adódó előny Crossnál, főleg még így, hogy két triplát dobó. Pláne. 140. 87-re megy le. Ott van, kiszálló a kiszálló. Magas kiszálló. 87-re jön Cross. Most egyben kell reménykedni, hogy ezt nem oldja meg ezt a 161-et, de megvan a tripla 20. Aj, az nincs meg. 97-es. És akkor itt most megint három meccs nyíl. Egy már volt, azt elpuskázta. Megint az a lány a dupla 16, de most szektort kell váltani. Az már jó, az már jön. 14 nyíl. 7-3, hát nem volt valami jó kis szülinapi játék ez James Wade számára. Megbeszéljük a történteket egymással. A morcosabbnál is morcosabb volt a megszokottnál James Wade a mai napon. A kedves nézők, túl vagyunk a mai estén. Tegnap azért tegyük hozzá, izgalmasabb mérkőzések és magasabb színvonalú mérkőzések voltak, mint ma. Ma viszont nincsen döntetlen. Gary Anderson nyert, Clayton nyert, Vandenberg nyert, Van Gerwen nyert és Rob Cross nyert. Holnap pedig folytatás következik. Köszönöm szépen Medinek, hogy velünk tartott. Én is köszönöm. Holnap pedig Lajos és jól emlékszem, akkor én. Lajos és te. Igen, te még azért meg kell nézni. Nem te, szerintem te. Úgyhogy önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Itt van jelen pillanatban ugye az állás két fordulót követően, 100%-os már nincsen, hiszen az a Nathan Espinel, aki tegnap nyert, ma nem tudott nyerni. Így aztán így állnak most, és ez pedig már a holnapi program. Holnap ugyanúgy 8 óra után pár perccel jelentkezünk, majd vigyázzanak magukra, maszkot föl, oltást be, és így van. Egészségesen holnap a képernyő előtt várjuk önöket. Viszontlátásra, jó éjszakát kívánok!